A Városháza előtti téren az új búzából őrölt kenyér ünnepét rendezték meg. A Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program keretében Magyarország teljes területéről és a Kárpát-medence magyarok lakta településeiről ajánlanak fel búzát a gazdálkodók magyar gyermekeket segítő szervezeteknek. Határainkon innen és túl közel 100 ezer határon inneni és túli magyar gyermek és család mindennapi kenyeréhez járulva ezzel hozzá. A 11. éve indult program egyik megyei gyűjtőhelye volt városunk is. A város háza előtti téren az új búzából őrölt kenyér ünnepét rendezték meg. A magyar gazdáknak hála, a program első évében összegyűjtött 10 tonnát egy évtized alatt sikerült 100-szorosára növelni, hiszen a búzaadomány tavaly már az 1100 tonnát is meghaladta, és idén még ennél több is várható. A búzaadományokat augusztus 20-áig Magyarországon 96, Külhomban további 170 helyszínen fogadták, az adományozott búzát pedig anyaországi és határon túli magyar malmokban őrlik majd meg. A program keretében a karcagi városháza előtti téren tartott kenyérünnepen ünnepi beszédet mondott Szepesi Tibor polgármester. A hagyomány szerint az aratás után Szent István napra sütötték az új búzából készült első kenyeret. Mivel az új búzából sütni először augusztusban lehetett, ezért ezt a hónapot az új kenyér havának is nevezzük. Az ember legalapvetőbb élelmiszere a kenyér. Az életet, a megélhetést és az otthont szimbolizálja. Elmondhatjuk tehát, hogy Szent István művével, a magyar állam megalapításával népének immár több mint ezer éve életet, megélhetést, azaz kenyeret biztosított. Az új lisztből készült kenyér az ünnepi asztal ékessége lett, és jelképévé vált az államiság ünnepének. Az augusztus 20-ai állami ünnepen a nemzeti szalaggal átkötött kenyérrel fejezzük ki, hogy az élet és a haza összekapcsolódik. Előttünk tehát az új kenyér. Idei búzából, frissen őrölve, dagasztva, sütve. Látjuk a szépen sült formáját, érezzük illatát. De mekkora utat tett meg a vetőmag, mire idáig jutott. Gazdák szorgos kezei munkálkodtak azon, hogy a megfelelően előkészített, megművelt földbe időben bekerüljön a vetőmag. Gondozták, ápolták, kezelték, hogy bőséges termést tudjanak aratni. Az aratás után az összegyűjtött búzaszemek a malomba kerültek, ahol dolgos kezek vették gondozásba. A liszt a pékségekbe került, ahol a hozzávalókkal való dagasztás után a kemence melegében ízesre sült, finomra, kívánatosra, majd így kerül a családok asztalára. De a munka itt nem ért véget, mert a gazdák a következő évre, évekre is kell, hogy gondoljanak. Amikor mi ősszel az új kenyeret szegjük, akkor ők már a következő évi aratáshoz készítik elő a földet, hogy időben tudjanak vetni, melyből majd újra gabona, a gabonából liszt, és abból majd újra kenyér lesz. És ez a körforgás, az élet körforgása hosszú évek, évtizedek, évszázadok óta zajlik a megszokott rendben, itt a Szent Istváni Kárpát-medencében, úgy, hogy azt Isten kegyelme tartotta, és tartja meg ezután is. Ezt a kegyelmet azonban csak akkor kapjuk meg, ha elfogadjuk Szent István örökségét, és az ő erkölcsi útmutatásai alapján megtartjuk hitünket, családunkat, közösségeinket, városunkat, nemzetünket. Isten áldja Magyarországot! Köszöntőt Huba Imre, a megyei közgyűlés elnöke mondott. Nagy megtiszteltetés, hogy augusztus 20-án a magyar állam alapításának, születése napjának egyik ilyen meghatározó eseményén a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program új kenyér ünnepén is jelen lehetünk. Ez a munka, ami egy évvel ezelőtt kezdődött, és a gazdák az általuk
előkészített földbe elvetett magot gondozták, a Teremtő esővel, finom harmattal táplálta, majd az érett gabonát a gazdák betakarították, a molnárok liszté őrölték, és a pékek kenyérré sütötték. Ez az, ami mindennapi betevőnket biztosítja. De sajnos nem teheti ezt meg mindenki, hogy minden nap friss betevő kerülhessen az asztalára. Nem mindenki teheti meg, hogy friss kenyérrel örvendeztesse meg a családját saját erejéből, bár egyre kevesebben vannak, hála a Jóistennek és a gondoskodó kezetnek, de mindig oda kell figyelnünk arra, hogy vannak még elesettek, és ahogy az ősidők óta örök érvényű igazság, amíg lesz ez a föld, aratás is lészen, addig lesznek rászorulók is, akiknek ez a program a gazdák önzetlen felajánlása fogja a friss kenyeret, a mindennapi betevőt biztosítani. A program megyei stafétájára a sütőlapátra karcak nevében Szepesi Tibor polgármester kötött szalagot, majd Huba Imre Csaba, a karcagi nagykungazdakör elnöke átadta a sütőlapátot Gönci Andrásnak, a kunhegyesi gazdakör elnökének, a jövő évi program egyik rendezőjének. Az új kenyeret megáldotta nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes, megszentelte Gulyás Zsolt plébános. A kenyeret Ács András karcagi gazdálkodó szegte meg.